Köszönöm. Én nem vagyok se tudós, se kutató. Az anyukám volt az, de nem öröklődik sajnos a tudás. És előadó se vagyok, hanem újságíró vagyok, és kérdezni szeretek, ezért elég furcsa ez a pozíció. Ezt a széket nekem rakták ki, mert én annyira izgulok, hogy leszoktam ülni, és leülök, bár az Erzsi azt mondta, hogy szerinte jobb állva, de én inkább ezt idehozom, bocsánat, lehet nem annyira tettókos, de én nekem ez megy. Szóval én a három királyfi, három királylány mozgalomnak vagyok a vezetője. Ez úgy történt, hogy a szüleim Kopp Mária és Krapszky Árpád magyar lelkiállapotot kutatták, és ez alapján kiderítették, hogy a magyarok sokkal több gyereket szeretnének, mint amennyi megszületik. Ez a magasabban képzetteknél igaz. És erre alapítottak egy mozgalmat, a három királyfi, három királylány mozgalmat, hogy ez a kívánt, tervezett gyerekek megszülessenek. A szüleim halála után vettem át a mozgalom vezetését, és tavaly végeztünk egy felmérést egyetemisták között, hogy mi kellene ahhoz, hogy megszülessenek a kívánt gyerekeik. Egyik jó hír, hogy most már 2,5 gyereket szeretnének, a gyerekvállalási kedv nőtt, a gyerekvállalás viszont nem nőtt. És ezt kérdeztük tőlük, hogy mi kell ahhoz, hogy az ő általuk kívánt gyerek aztán meg is szülessen. Ugye én azt kaptam címben, hogy három dolgot mondjak, amiért a férfiak, és három, amiért a nők vállalnák. Igazából ugyanazt mondták ezen a felmérésen, szóval nem kell külön mondanom. És ami nagyon érdekes, hogy elsőként azt mondták, hogy kell egy stabil partner, jogos, meg logikus. Másodikként azt mondták, hogy érettek kell legyenek a szülői szerepre, és csak harmadikként mondták az anyagiakat. Tehát én azt érzem, hogy a fiatalokban van egy nagyon nagy maximalizmus a gyerekvállalással szemben. Azt gondolják, hogy a gyerekvállalás az egy nagyon-nagyon nagy felelősség, amit akkor engedhetnek meg maguknak, ha már van lakás, van karrier, nagyon sok minden van. És ezért húzzák, és amire elkezd, tehát amire alkalom van arra, hogy megszülessenek a gyerekek, addigra már nem tudják a kívánt gyerekeket megszülni. Úgyhogy egyrészt a mozgalomnak az a célja, hogy bátorítsa a fiatalokat, hogy a gyerekkel nem áll meg az élet, hanem sőt, hogy elkezdődik. Mi például díjazzuk a családbarát helyeket. Nekem például semmiben sem változott meg az életem azután, hogy megszületett a gyerekem, ugyanúgy járok sörözni, nagy fantasztikus helyek vannak, ahol a játszótér és a söröző egyben van. A három királyfi honlapon látszik, hogy melyik ezek a helyek, de már van családbarát fesztivál is, a Pisingó Nordfű tavaly lett az első családbarát fesztivál. Most egy hét múlva mutatjuk be az első családbarát piacot, ahol apuka játszhat a gyerekkel a játszóházban, miközben anyuka bevásárol, szóval rendkívül jó helyek vannak, és ez egy nagyon nagy dolog, és ez egy magyar dolog, mert mi sokat járunk külföldre, és máshol nincs ennyi ilyen hely, szóval fantasztikus jó helyek vannak. A fiatalok azt kérték tőlünk ebbe a felmérésbe, hogy ők közösségi helyeket szeretnének kapni tőlünk, nem előadásokat, nem könyveket, közösségi helyeket. Az a probléma, azért nem születnek meg a gyerekek, mert magányosak vagyunk. Még a gimnáziumban valami közösség van, és utána nincs. Tehát már az egyetemeken is olyan nagyon szétosztva vannak az órák, nem alakulnak ki a közösségek, nincsenek alkalmak arra, hogy találkozzanak a fiatalok, már pedig, ha nincs közösség és több közösség, akkor nyilván hogyan jöjjünk össze egymással, ez az első probléma. Utána, amikor már összejöttünk egymással, akkor utána a munka meg a magánélet összeegyeztetése egy nagy probléma. Tehát kéne olyan munkahelyek, ami mellett az ember tud szülni. Egyébként a három király, három királylány mozgalom értékeli a családbarát vállalatokat. Van egy családbarát vállalat díjunk, az év családbarát vállalat a díja. És ott azt látjuk, hogy ezeknél a cégeknél megszületnek a kívánt gyerekek, rengeteg gyerek születik. Azért, mert egyrészt ugye egy biztonságos munkahely, tehát nyugodtan el mehet szülni, és sőt, ezeken a munkahelyeken szinte elsőként az főnöknek jelentik be, hogy gyereket várnak, és együtt átbeszélik a hosszú távú stratégiát, hogy ez hogy fog kinézni, mennyit akarsz dolgozni, hogy akar visszajönni, és ezek nagyon, nagyon nyitottak erre.
És ami nagyon érdekes, hogy most a legnagyobb multik harcolnak ezért a díjunkért, és most nemrég felhívott egy multi cég vezetője, hogy a legjobb kulcsemberük ment arra hivatkozva, hogy nem tudja összeegyeztetni a családdal, és felhívtak, hogy na akkor mi ez a családbarátság, mert ez most már fáj nekik. Mihez akarsz? Itt aztán menni fog, de leülök. Jó, a baj van, csücsú. Első kérdésem, egy borászatot fenntartó ember miért sörözik a játszótér mellett? Már ne arra úgy. Hát az miért? Tehát, borász ilyen összefüggés. Na jó, csak jó, mondom. De nem. Egyébként nem vagyok borász, tehát van egy Sprowski pince, igen, akkor reklám Sprowski pince, de azt, tehát a nevemet viseli, ez a férjem hobbi vállalkozása, és azért csak az én nevem lett, mert a férjem mészáros pinceben már volt egy csomó, a Sprowski olyan, mint a Swarovski, és azt már eladjuk, igen. Ja, Swarovski, nagyon jó, nagyon jó. Na jó, hát ez volt a legfontosabb kérdés, amit föltettem nyilván. De akkor egy picit még arra mondta, hogy nőtt a tervezett gyermekvállalás, ugye? Tehát mennyit nőtt, és szerinted miért nőtt? És ez egy mennyire valós szám? Tehát amikor megkérdeztek valakit, hogy te hány gyereket szeretnél, akkor ő rávág egy számot, mert nem tudom, otthon a nagynéninek is annyi gyereke van, vagy valamiféle átgondolt stratégia mentén mond egy számot. Mert hogy nem értem a növekedést, és ráadásul közben nem születnek meg, tehát nem az, hogy meg is születnek azok a gyerekek, hogy miért mond többet valaki, mint mondott mondjuk 5 éve? Hát azért nőtt, mert nagyon hatékony volt a három királyfi, három királyfi mozgó. Nyilvánvaló, rendkívül volt a kérdés. És nem tudom miért nőtt. Nyilván van egy közhangulat is, tehát erről most sok szó van. Én azt gondolom egyébként, hogy a kormánynak a intézkedései leginkább kommunikációsan hatékonyak. Tehát, hogyha a gyerek mindig ilyen pozitívan kerül elő, hogy attól gazdagabb lesz, attól jobb lesz, nem tudom, attól nőhet a gyerekvállalási kedv. Függetlenül attól, hogy maga a tényező, hogy most a csók miatt hányan szültek, azt nem tudom, bárhol most meséltem, hogy a férjem egyik munkatársa, akinek egyébként nagyon traumatikus szülésélménye volt, és mindig mondta, hogy soha többet nem szül, az most szült 2 a csók miatt. Úgyhogy ilyenről is tudok. De mondjuk ezt nem tudom, hogy ez mennyire általános számot. És arra tudsz válaszolni, hogy végül is, aki mondjuk 3 gyereket szeret, mert a 2,5 az valahogy úgy kell, hogy kijön, van, aki 3-at mond, van, aki 4-et mond, és aki 1-2. Tehát, hogy aki végül is nem szüli meg ezeket a gyerekeket, hogy végül miért nem a gazdasági racionalitás miatt nem szüli meg? Hát ugye erre van egy 10 pontunk, nem tudom felsorolni, hogy mik az okai, amiért aztán nem. Ugye hát nem talál párt. Jó. Nagyon fontos szempont, a legtöbben így kezdik. Utána nem tudja összeegyeztetni a munkát meg a karriert. Utána nagyon kitolódik ugye a gyerekvállalás, ez ugye a meddőség problémája is egy nagyon nagy probléma. Elválnak. Aha. Tehát mi minden összeültünk 10 legfontosabb pontot, és mindenre próbálunk valami megoldást adni. Tehát van társkeresünk, nagyon sokat foglalkozunk az apákkal, van külön apafüzetünk, apafüzet 1, apafüzet 2, most a nagyszülőkkel is, hogy annyira ne folyjanak bele a hogyan szoktasson a menyem problémakörbe. Ugye díjazzuk a családbarát vállalatokat, most aha, már díjazzuk a családbarát kórház osztályokat is. Azt azért, mert megkeresett egyébként pont a Velkei György, a kórház szövetség elnök, hogy gyakorlatilag az egészségügyi dolgozók nem tudnak szülni, mert olyan úgy be vannak fogva, annyira túl vannak terhelve. Uh-huh. És akkor együtt gondolkoztunk, hogy lehetne ezt motiválni. És azt mondta, hogy minden kórházigazgató büszke, és egy díj talán motiválná őket, úgyhogy ezért berobbantunk ebből a kórházi osztálydíjunkkal, és 30-an pályáztak első körben, ami szerintem egy nagy szám. Világos, tehát ti vagytok azok, akik nem tudományos érvekkel, hanem érzésekkel, meg büszkeséggel operálva próbáljátok ezt a dolgot valahogy hajtani. A legjobb dolog, nem? Köszönöm szépen! Köszönöm.